Hol a karácsony szelleme? Tipálovszki! Mi ez karácsony, bazd meg? Tipálovszki! Tipálovszki! Papakaszovszki! Hanem ugye ezért van rajtam a sapka, visszatérve a keddi adás nagy dilemmájára. Miért van rajtam a sapka, mert arról ugye nem válaszoltam, de most itt a visszacsatolás azért van rajtam, mert ez egy kibaszott Mikulás sapka, ez egy csöves Mikulás sapka. Tudjátok, kicsit lejjebb húzod, és bemész a MediaMarktba. Ez tudod mi vagy most? A Daredevil, a Netflix szárséval. Az vagyok, én egy kibaszott Daredevil vagyok. Szóval, ja, gangster vagyok, ezt akartam ezzel mondani. És akkor erre építjük. Nagyon jó észrevétel, nagyon jó. Akkor ezt kifejteném. Ez az adás most a gangsterkedésen fog épülni, érted? Értem. Ugyanis bazd meg, gangster vok, osz cső. Kamu gangster. Egy 21. századi keresztapa. Ahogy én egyébként mostanában észrevettem, hogy a legtöbb tinédzser annak képzeli magát. És ezt kinek köszönhető? Hát, nekem. Nekem, nagy részben nekem. Szerintem meg a basztaműveknek köszönhető. Hát, beszéljünk akkor erről. Beszéljünk a témáról, amit hoztam. Jó. Igen. Mi most a sima mainstream gangster kategóriát fogjuk alapul venni. Ez is vicces, hogy mainstream gangster. Hát pont az a lényeg, hogy egy alternatív. De nem, de baszottul nem, ha annyiban kendővel hallgatják a Black Trap zenéjéket, annyira, én annyira elítélek mindenkit, aki más, mint én. Ez annyira gáz, nem? Hogy valaki valóban tartozni akar, és talál egy közösséget, amit éppen felhájpolnak, és abba tartozik, és tök jól érzi magát a közösségben, aztán én csinálok egy ilyen videót, amiben lehúzom a faszba az egész kis szubkultúrát, ami egyébként már ennél több, mert mainstream lett. Én annyira úgy, amikor valaki tartozik valahova, bazd meg. Közösségek alakulnak ki, társadalmak fejlődnek ki. Miért? És ha már így mondtad, akkor valljunk szint, hogy van Newland Gang csoport. Valljunk szint! Az előző adásban 2 percen keresztül promóztuk magunkat. De getsz, ilyen az élet. Nagyon sok negatív dolga van, de idegesítő, nem? Hogy a hugommal egyidős kamu gangsterek arról rappelnek, hogy megbasszák az én kurváimat. Uh-huh. Nekem ne bassz, az én kurváimat ne bassza meg egy 17 éves kamu rapper. Meg ez a 21. századi rapper dolog. Na, annyira megváltozott. Emlékszem a Subbase Master-es korszakra. Egy belga. Na, igen. Akik még azért oda baszták. Akik még megborítottak normálisan. És tudom, mit nem értek, ez... És itt most lehet, hogy megsértek embereket, de... Ebben a témában csak azt lehet szerint. De nincsen bajom senki, tehát az, hogy mindenki hallgasson azt, amit akar. De elképesztő ez a tendencia, hogy ez a kamu rapperkedés így szárnyal, ível fölfele, mert működik a dolog, tehát ezt emberek beveszik. Igazából semmilyen mögöttes üzenete nincsen, meg is tudnád mondani, hogy miről szól a zene, amit hallgatsz. De mindegyik ugyanarról szól. Pont hogy meg akarod baszni a csat, nem? Igen. Meg akarod baszni, és rá akarsz élvezni, a utcáról jön, nem? Tehát utcai hát gyerek, igen, aki elért valamit. Az, aki kiad 5 számot valaki, és a 6. már arról szól, hogy ő elért valamit, nem? Tehát az előző 5-re reflektálva, én kiadtam 5 számot, nézd meg mit, értem el, 3 klip, 4 nagy lemez, pracs, 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 bum! És közben így verem otthon a faszomat. Kíváncsi vagyok, és ott valaki tudja, hogy ez honnan ered. Szerintem senki, ez már eldeformálódott teljesen. Ez senki nem tudja, hogy mi történt, ez egy Transformers. Írja le kommentelőkben igen. Valaki, aki tudja. Viszont ettől függetlenül tény, ami tény, hogy ki kell mondani a neveket. Mr. Basta, Hero, az egyetlen dolog, amit képviselnek, és ezért nagyon és könnyű. És az összes amatőr rapper. Az összes amatőr rapper. Minden városban, ebbe... falon van, aki a tipik, összetudnánk szedni a top 5 alap free instrumentát. Igen, beírja, hogy dope beat instrumentál, vagy free rap instrumentál, és akkor jön, tudod, vagy storytelling instrumentál, és akkor... És akkor egyébként én hozzá tudom tenni azt is, hogy meg lehet érteni azt, aki ezzel azonosul, mert könnyű ezzel azonosulni, ugyanis általában ezeknek a zenéknek az van a
háttérében, hogy vagy az utcáról jövő ember, vagy azt akarja, hogy elhitt, hogy az utcáról jön, hogy azonosulni tudj vele, arról beszél, vagy arról rappel, hogy hogyan vészelte át a nagyon nehéz gyerekkorát. Nyilván mindenki ismer egy embert, akinek nehezebb gyerekkora volt, ha nem te vagy az, ha nem én vagyok, az faszom se tudja. És akkor utána, mint egy ilyen versíró, költő, ahhoz folyamodik, hogy rappekben kifejtse az érzéseit, meg világnézetet, azt nem annyira. Még régebben divat volt ugye az is, hogy itt gondolatokat fogalmazzanak meg az emberek. Tényleg ez a rapperés is ugyanaz a probléma egy kicsit, mint a YouTube-ozással, hogy elvesztette az eredeti hát az eredeti célt, az eredeti érték kiveszett abból, amiért elkezdték. Úgy itt gondolok a Freddy Dish korszakra, mindig a Freddy Dish korszak. Nem, de egyébként az igaz, hogy a Freddy Dish korszakban, aki videózott, az tudja, hogy teljesen más értékrend volt az, ami itt helyén való volt. Nyilván azért, mert egy szubkultúra volt, kevés ember volt viszonylag, aki normálisan benne lett volna a videós témába. Pontosan ugyanúgy, ahogyan egy 10-20 éve ebben a rapperkedésben is ugye kevesebben voltak Magyarországon, mint ahogyan most, mert most már tényleg úgy vagyunk, hogy minden tinédzser srác bazd meg elkezdi. És ugyanaz van, mint a videósoknál, hogy kimondanak valamit, és azt hiszik, hogy aranyt fosnak. Ezek a kucsigengek. XXXTentacion. Egyébként fülbemászóak. Uh-huh. Alapjáraton. Én hallgatom. Ismeritek ezeket? Most nem is a magyar előadókról lenne igazából szó, mert a magyar előadók azok nagyon jól majmolják a külföldieket, utána meg beadják nektek, hogy saját stílus, mindenki saját stílus teremt, nem? Ugyanarra az alap. Ugyanaz az alap. Például én emlékszem azért, hogy egy ilyen kezdetfilm, meg ilyenek, vagy azért azok megcsinálták saját. Ők jó, persze, nagyon jók. Megcsinálták azért saját instrumentájukat, tehát nem arról volt szó. Viszont itt arról van szó, hogy 300 millió megtekintéses Gucci gengeket találunk, vagy a Rolex című zenéket, és ez így beszűrődik Magyarországra, és beszűrődik a magyar kisgyerekek fejébe, 12, 13, 14, 15, 16, 14 tinédzsereknek a fejébe, és ezzel is csak azt érik el, hogy a magyar kisgyerekek olyan dolgokra vágyjanak, amire nincs lehetőség itthon. Mert azért valljuk be, hogy kevés család engedheti meg, hogy Gucci cuccokat vásároljon, vagy pedig Rolexeket, amiről szólnak ezek a zenék. Mert itt tényleg az van, hogy valami faszom tudja valami értéktárgyat, kiragadnak ezek a tizenéves hollywoodi direkt felkarolt rapperek, akik ugye folyamatosan szívnak, és faszom tudja. Ez tök jó, ez az éles stílus, hogy belebaszunk a világba, és utána ezt átvinni a több, ezt az érzést. Érez azt az érzést, hogy nincs célod. És csak baszni akarsz. Nem? Mert állatok vagyunk igazából, mi is. Rendszerkritikus underground műfajból egy mainstream fos lett. Egy mainstream fogyasztói társadalomra kiélezett. A menedzserek nagyon jól megtalálták, hogy lehet megfogni a fiatalokat. Mert ugye mi fontos nekünk? Kijön hetente az új iPhone. Egy tinédzsernek mi fontos? Áll a fasza folyamatosan, kijön hetente az új iPhone, és nem akar üzenetet hallani, nem akar azon gondolkodni, hogy mi van. Mert ott, amikor megy a metrón reggel, meg megy haza a metrón, abban az időben egyszerűen csak szabad akar lenni, érted? Ez csak egy látszat, bazd meg, hogy van egy ilyen provokatív kinézet, de alapból nincsen semmi mögötte. Semmi gondolat nincsen a fejükben. Csak annyit akarnak, hogy legyen pénzük megvenni a legújabb generációs Supreme cuccokat, az újabb iPhone-okat, az újabb Gucci termékeket, és ez geci nagy probléma. És ez az, amit egyébként megfogalmazott Puzsér Szabi Estel kapcsolatban 2014-ben, amikor látta Veled forog a világ című számát, és ez az, ami átszűrődik bazd meg a média falon Magyarországra. Írtunk egy gangster rappet. Írtunk. Ki akarod venni a részedet? Te írtad. A klip az enyém, téd, a szöveg, meg a... Közös az érdem. Nagyon megszállt az ihlet, hogy írjak egy ilyen gangster rappet, ezért beírtam a YouTube-ba, hogy free instrumental beat, és az elsőre megírtam. Igen? Nem rímel, meg semmi. Szóismétlések vannak benne. Ennyi. És akkor csináljunk már hozzá egy klipet. Mi legyen a rappernél? Merci, mint a kocsi. Marci. Ma. XXX. Forint Marci. Anya! Kusolyá! Tőle lé!
ribancok, bazd meg. Van egy repszám és ez rólad fog szólni. Nem tudok rá rímet, itt egy angol szó. Homie, most se tudja komolyan már miről akartam beszélni. De ha munkahelyet ilyeneket írok, úgy nehéz lesz megélni. Tudod, te is érzed és nézed és érted. Én tépek, hiszen ez kell neked, mert szereted, hogyha tépek. Vágod, ne se tépek, a kurváid előttem térdelnek. Az Aldiban partintósat szívnál, inkább szívd ki a faszomat. Majd elpattintom az arcodra minden rímemet. De nem vagy neked az úgysem ér. Csak menj a flow-val, és érezd ez feeling. Hiszen mint gangsterek vagyunk. Én is csak 18.945 kilométerre születtem Comptontól. Nigáim kendőt a fejre, utánozzuk nagymami pokrócból. Kibaszott a királyat vagyunk, mert baszunk a farkon. És tárként kezdjük a nőket, minek szavazatiok. Úgyis megbaszom mindent. És ezt üzenem a hétereknek, hogy mindegyik finkfej. Finkfej vagy csicska vagy, szopjál le! Tudja, hol a helyed, bazd meg, ne szóljál bár. Bekeményítek, láttam, hogy kell ezt csinálni. Egy érdi lakó telepből lehet Amerikát kreálni. Vagy a boráros? Tegnap is a moziban zsebrevágtam a cukorkát, igen. És akkor bementem, pedig nem is ott vettem a cukorkát. Hogy lestek, de mondom ezt nektek. Köcsök, biszti bolyok, ma este inni fogok. Nálam a viszkis borom, mert Royal a Szabi és Royal a vodka. Bemegyek a kocsmába, de anyukám megmondta, hogy éjfélkor koc van, mert mennem kell haza. Egyesek úgy szólítanak, hogy Marci atya, mások meg dick-pick királynak. És mindig a sarki kisboltban veszem az aznap esti piámat, mert kiadják és nem kérnek személyt. De baszott nagy rajvok, hát heréki, ha te vetted, hogy én foglak téged, mert titokban tudom, hogy az instámat nézed. És az vagyok, akit ha a pincér szólít, milyen kólát kérsz, azt mondom, hogy egy csíkfehéret maga minek néz. Érted, ez egy poém, mert nem arra gondolt, és nevetünk együtt, mert a kokain egyenlő kóla. És mivel nem gondolok semmit a világról, így elég százszor nem is mérdelnem azt, hogy így vibrátor. Vibrátor, 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 vibó, vibó, prac, 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 vibrátor. With my Minecraft pickaxe and shovels, hopefully they stay in my Minecraft chest. Én nézd meg, hol vagyok. Nézd meg, hogy hol vagyok. Látod, hogy én hol vagyok? Bobby. Bobby, Bobby, gyere ide és nézd meg, hogy hol vagyok, jó? Nézd meg, hogy hova jutottam. Aha. Én nem itt voltam 5 évvel ezelőtt, de most itt vagyok. A YouTube-on. Nem. Engem tudod, és tudod, na, tippelj, hogy engem kikeltetnek. A nézői. Nem, az utálóim. Engem az utálóim éltetnek. Miattuk vagyok erősebb, napról napra. Ő miatt. És én nem. Vagy az, aki én, vagy. Igen, ők tettek engem ilyenné. Nézzétek, egy szörnyet teremtettetek. Azt mondani kellett volna, azt nem mondtad, ne azt nem mondtuk videó, hogy betéptünk? Nem. Ú, de jók így a fények. Nem baj, majd mondjuk máskor, jó? Ennyi volt. Kapcsold le.